Gyere, Malóka! Dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselő gyermekei is kipróbálták az új katonatelepi játszótér különleges elemeit. Vidáman bukkantak elő a méretes csúszdából, majd csatlakoztak a nyüzsgő gyereksereghez, akik birtokukba vették a területet. A helyi civilek és a város összefogásából született színes közösségi tér jelentőségét mutatja, hogy a hivatalos átadón tiszteletét tette Szemereiné Pataki Klaudia polgármester és dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő is. Dr. Fekete Gábor köszöntötte a megjelent katonatelepi lakosokat. Megköszönte a lakosság, a városvezetés és a katonatelepi sportegyesület segítségét és munkáját, kiemelve az összefogás fontosságát. Elmondta, miután nagyon sok gyermekes család költözik katonatelepre, új bölcsőde építésére volt szükség, ami azonban a régi játszótér helyére épült. A helyiek megkeresték, hogy a városrésznek szüksége van egy új játszótérre, ő pedig a kezdeményezés élére állt. Jogos-e vált az igény, hogy egy új játszóteret kell létrehozni, és ez a játszótér szerencsére mind a város vezetéséről meghallgatásra talált, illetve a város részben a lakók is támogatták ennek a játszótérnek a megépülését. A város ezt 20 millió forinttal támogatta, viszont ez a játszótér, hogy ilyen szép lett, ez annak köszönhető, nem csak az, hogy a város ezt anyagilag támogatta, hanem hogy a katonatelepi sportegyesület ebben partner volt, és végül is a város rész, illetve az egyesület összefogva, illetve a helyi lakók, helyi édesapák jöttek ki, és együtt, közösen építettük meg ezt a játszóteret. Igazi közösségi tér alakult ki a focipálya mellett, melynek már a tervezése és a kivitelezése is a katonatelepiek összefogását erősítette. Ennek a játszótérnek az a jelentősége, vagy az az üzenete, hogyha a városrész és a maga a város összefog, vagy a civil szervezet, a lakosság, illetve a város, hogyha összefog, akkor közös erővel ilyen szép játszóteret tudnak létrehozni. Tehát ez mind a két fél kellett, ez az egyik üzenete. Másrészt pedig nagyon fontos az, hogy az a játszótér nem csak a gyerekeknek a találkozási helye, hanem ugye a gyerekek jönnek a szülők meg a nagyszülők, és őnekik is munka után ez egy találkozási pont lett, úgyhogy végül is mindenkinek a javára válik ez a helyszín. Ahhoz, hogy a kapott támogatásból minél több eszközt tudjanak beszerezni, a Katonatelepi Sportegyesület és a lakosok munkájára is szükség volt, akik furtak, faragtak, betonoztak. Nagyon jó összefogó kis közösség alakult itt ki Katonatelepen, hiszen a játékeszközök telepítését azt mind ilyen közösségi munkavégzésbe tudtuk megoldani, ahol is össze tudtuk szedni a helyi szülőket, apukákat, akik jöttek, segítettek kialakítani a játékeszközöknek az alapjait, illetve lecsavarozni őket, összekészíteni, összeszerelni, illetve az ő párjaik elláttak minket szendvicsekkel. Tehát egy ilyen jó kis közösségi tevékenység alakult ki ebből, jó barátságok kötettek a munka mellett, úgyhogy itt élvezte mindenki ennek az egésznek a kialakulását. A végeredmény ma már egy gyönyörű játszótér várja a katonatelepieket.